Az Ajkai Zeneiskola emléknapot szervezett névadója Kocsár Miklós zeneszerző tiszteletére április 18-án. Az intézmény 2021-ben vette fel a 20. századi muzsikus nevét, azóta színes programok megszervezésével, koncertekkel népszerűsítik műveit. Kovácsné Pogány Kinga zongoratanszakvezető irányításával zenei vetélkedőre várták a résztvevő gyerekeket, kisiskolásokat és végzősöket egyaránt, akik többféle feladatot megoldva, jó hangulatban és sok minden tanulva töltötték el ezt a délutánt. Úgy álmodtam meg ezt a mai napot, hogy Kocsár Miklósra fogunk emlékezni, aki 90 éve született. Szerettem volna a gyerekekhez közel vinni, hogy ne csak annyit tudjanak róla, hogy névadónk és egy zeneszerző, hanem hogy tulajdonképpen hogyan is munkálkodott ő, milyen volt gyereknek, milyen hatások érték. Először egy kis életrajzot meséltem nekik, egy-két színes képpel tarkítva, azért, hogy jobban rögzüljön bennük. Utána pedig vetélkedőre került sor. Nagyon örültem, hogy a kollégáim vállalták a zsűrizést, mert az nem egy egyszerű feladat, és a gyerekek pedig lelkesen várták, hogy hogyan, milyen úton, módon juthatunk közelebb hozzá. Kocsár Miklósnak van egy zenei névjegye, ami feladatként jelent meg a gyerekeknél. Mi ez a zenei névjegy, és hogyan lehet ezt felismerni a különböző zeneművekben? Ez nem egy egyszerű feladat, tehát azért ehhez már gyakorlott kiszenésznek kell lenni, hogy ugye akár szolmizáció, akár ABC-s nevek alapján felismerjük egy műben azt a párhangos dallamot, ami egy-egy zeneszerzőnek a névjegye vagy kézjegye. És mi közben kutakodtam, hogy mégis Kocsár Miklóssal kapcsolatban mi az, ami érdemes lehet elmondani a gyerekeknek, akkor találtam rá, hogy őnek is volt egy ilyen kézjegye. Ezt a totóba is beletettük, és nagy mosolygás fogadta, amikor a zeneszerző kéztartásának az osztályzását gondoltam én Kocsár kézjegyének, de aztán rájöttek, hogy egy rövid kis dallamról van szó. Utána néhány kotta példát vágtam ki nekik, hogy keressék meg, hogy ezt a kis dallamot, ezt a mi fá, mi szó, mit, ezt megtalálják-e benne. És mindenki megtalálta. Az idézett részleteket fölismerték, és utána egy dramaturgiai játékban is meg tudták mutatni a közönségnek, hogy mi is az a Kocsár kézjegy. Az emléknapon résztvevő gyerekeket 4 csapatba osztották. Mindenhol voltak kisebbek és nagyobbak, akik nagyon kreatívan tudtak együttműködni úgy, hogy valamennyiüknek jutott szerep egy-egy feladat megoldásában, illetve minden csapatnak volt egy-egy pedagógus segítője is. Külön érdekessége volt a programnak, mikor Kanyárné Grünwald Petra elmesélte a hallgatóságnak személyes találkozását Kocsár Miklóssal. Ahogy a róla fennmaradt képeken is látszik, mindig mosolygós zeneszerző, egy csupaszív ember volt. A zenével kapcsolatos megoldásokat 3-tagú zsűri, Kisné Lacai Ágnes, Németh Erika és Papp Zoltánné értékelte. Az eredményhirdetésen, amellett, hogy emléklappal és édességgel jutalmazták a gyerekeket, na meg az első helyezett csapat tortát is nyert, mindenki ajándékba kapott egy-egy eredeti Kocsár Miklós kottát is. Manapság nagyon nehéz elvárni akár a szülőktől, családoktól, hogy sok-sok kottát megvegyenek, mert elég drágák. Úgyhogy az alapirodalmat azt szeretjük, hogyha vállalják a szülők. De ezen felül azért nagyon sok olyan repertoár van, amivel szeretnénk őket megismertetni. És én azt gondolom, hogy egy kotta, ez egy olyan értéket képvisel, amivel jó, hogyha ők is találkoznak, és ők is tanulják meg, hogy nem csak fénymásolt papíron létezik egy zenemű, hanem ezt megírta a zeneszerző, a zenemű kiadó kotta formájába rendezte, és tulajdonképpen így kéne, hogy mindenkinek a kezébe eljusson.
Ezekből a művekből több alkotással élőben is megismerkedhettek a gyerekek. Úgy gondoltam, hogy bár sok szót ejtettünk róla, mégis az igazi kocsár kézjegy, amikor megszólal az ő kórus művészete. És nagyon hálás vagyok Kanyárné Grünwald Petrának, aki vállalta, hogy a gyermekkórust is megszólaltatja, illetve vezényli a nemrégiben alakult Csengő női kart és a Bányász férfi kórust is. Az Emléknap programjához hozzátartozott egy korábban meghirdetett rajzverseny eredményhirdetése is. A beadott pályamunkákat bármilyen szabadon választott technikával lehetett elkészíteni, előre megadott témában, melyeket Antalné Galla Nikoletta, a Bródy Imre Gimnázium rajztanára zsűrizett. Tervezitek, hogy hasonló programokkal népszerűsítitek majd a következő tanévben Kocsár Miklós művészetét? A koncepciója ennek a zenei vetélkedőnek és emléknapnak az, hogy minden évben más zeneszerzőről emlékezünk meg. Ez külön nagy öröm volt, hogy születésének 90. évfordulója egy szép kerekszám, hogy most iskolánk névadójáról emlékezhettünk meg. De tavaly Haydnről beszéltünk, jövőre pedig még nem árulom el, de szintén egy nagy zeneszerző kerül górcső alá, amire már most sok szeretettel meghívom a zeneiskolába járó diákokat.